Feri, ma egy olyan ejtőernyős katonáról fogunk beszélni, aki meglehetősen érdekes körülmények között halt hősi halált. Ki ő és mi az ő története? Igen, ma Banda István ejtőernyős törzsőnmesterről lesz szó. Banda István 1913. szeptember 26-án született Vámos Mikolán. 1935. október 15-ével vonult be katonai szolgálatra az 1/18-as határvadász zászlóaljhoz Vácra. Na most erről azt kell tudni, hogy ugye ebben az időszakban ugye a Trianon maradványait viselte az ország, és ugye készültünk az ország gyarapításra, ami először is 1938-ban történt a Felvidék visszafoglására, ahol ő részt vett az ászlójával, illetve a kárpátaljai bevonuláson is, és azt kell tudni, hogy végül is ejtőernyősnek jelentkezéséig végig határvadászként szolgált. Olyannyira megtetszett neki a katonaság, hogy tisztes iskolára vezényelték, aztán őrvezető lett, és akkor tovább szolgálatot írt alá. Amikor 1940-ben az erdélyi bevonulás volt, akkor a Magyar Király 5. Honvéd határvadász zászlajban szolgált, részt vett a bevonuláson, és ott töltötte, Székelykeresztúron állomáshelyen töltötte a szolgálatát. Közben beiskolázták Veszprémbe jutasi altisztképzőre, amit szintén 40-ben végzett el, és akkor az előléptetési parancs is Székelyudvarhelyen érte, tehát akkor lett őrmester. Pápára kerülésére azt kell tudnunk, hogy 1941-ben, mikor toborozták az ejtőernyősöket, akkor ő önként jelentkezett. Júniusban került pápára 50 fővel, magával együtt 50-en, és beiskolázták őket egy ejtőernyős ugró tanfolyamra, amit végül csak 20-an tudtak elvégezni, és ő is a 20 fő közül maradt, és így hivatalosan 3 hónap után, szeptembertől az ejtőernyős zászlóalj harmadik századába kapott beosztást. Nagyon jó érzékkel rendelkezett a katonák kiképzéséhez, illetve neveléséhez, és kiképző beosztásokban szolgált. 1942-ben töltött 3 hónapot a fronton, mint frontszolgálat, ami kötelező volt az ejtőernyősöknek. Azt kivéve egész évben, illetve 1943-ban is kiképző volt, és az állomány ugratását, illetve gyalogsági kiképzését végezte. 1944 elején ismerkedik meg feleségével, aki pápai lány volt. Április 8-án el is veszi ezt a hölgyet, és a Kossuth utcai lakásukba költöznek, ahol régen a Velsz nyomda állt. Azt mondja, 1944 nyarán, illetve őszén eléri a front Magyarországot, és az ejtőernyősök is bevetésre kerültek. Így Banda István törzsőrmester is, aki eddig, mint említettem, kiképzéssel foglalkozott, az 1/1-es zászlóhaj állományába kerül, amely Kis Zoltán vezet, mint zászlóhaj parancsnok. Elég sok újonccal, illetve régi és sebesült ejtőernyőssel feltöltve felkészülési parancsot kapnak, hogy a Balaton déli partján két helynél a oda vezényelt német erőkkel megütközzenek az oroszokkal. December 2-án el is érik a készenlétet, és autóbuszokkal mennek Keszthelyre, ott van a táborhelyük, illetve onnan a Balaton déli partját érik el két helynél a frontvonalat. December 11-én történt ez a sajnos esemény, hogy a harcok során elfogtak egy orosz tisztet, akit Banda István személyesen kísért hátra az állásokba, hogy kihallgassák. Nem voltak elég figyelmesek, vagy inkább ő volt túl jó indulatú, ugyan nem látszott, hogy fegyver van az orosz tisztnél, de a csizmaszárában volt egy kisebb méretű pisztoly, amit előrántott, és ezzel közvetlen közelről sajnos főbe lőtte Banda Istvánt, aki ott összeesett és meghalt, az orosz tiszt pedig megszökött. A első lépcsőben két helyen temették el őt, majd 3 nap múlva, amikor a halál híre hazaért, a felesége kérte, hogy hantolják ki, és itthon szeretne neki síremléket állítani, itt állunk előtte. És végül is december 22-én katonai tiszteletadással helyezték örök nyugalomra itt az alsóvárosi temetőbe. Akkor még ez a sírkő nem készült el, csak egy egyszerű kis fakeresztes földsír volt, majd később a családja, illetve a hozzátartozói emeltették ezt a sírkövet az emlékére.